Szervusztok mindenki az éter hullámain is, az internet mélységeiben, Ausztrália és Kanada között bárhol. Nem tudom, hogy kik vannak még benne a vonalba. Hát kár, hogy nem voltatok velünk, nagyon finomat ettünk. Csülök, igen, általános derültség, nem tudom mennyire hallatszik. Kis csülök, párolt káposzta, jó kis kemencébe sült krumpli. Úgyhogy most mindenki szépen elnyújtózott, már dőlnek hátrafele a székekbe, látom, van, aki már félig fekszik. Úgyhogy akkor nagy szeretettel konferálom föl a határon túli magyar csillagászati szervezeteknek a képviseletében. Elsőként Csörgei Tibort, az Urza Major Egyesületnek a vezetőjét, és akkor az ő jelenlegi helyzetüket, kondícióikat és jövőbeli terveiket halljuk, és utána pedig Lőrinc Barnabás, az hát egyelőre az Univerzum Egyesületnek az alelnöke, és egyelőre még az Univerzum Egyesület képviseletében, nem tudom, hogy hallunk-e majd az esetleges jövőbeli tervekről is. Akkor először akkor Csörgei Tibort kérjük a bemutatóra. Köszönöm a szavat. Megy? Szeretném részben ott folytatni, ahol a vacsora előtt abba hagytuk. Először egy kicsit a múltról szeretnék beszélni. Mondhatom úgy, hogy egy kicsit szakadár vagyok a Corvus Csillagászati Egyesületből. Anno majdnem 10 évig tagja voltam. Kis nézeteltérések után páron kiváltunk, és átvettük a Corvus által vásárolt észlelőbázisnak nevezett telket. Ez egy határos telek volt Sáréten, Dunaszerdálytől úgy 15 kilométerre, és kezdtünk itt egy igazán észlelőbázisnak nevezhető környezetet lassan kialakítani. Ez a kép, ez úgy 2 hónappal ezelőtt készült, úgy szembe az a nagyobbik rész, az egy ilyen közösségi helységnek is nevezhető tér, egy 6x6 méteres zárt terület, ahol a jövőben, meg a múltban is tartottunk, és szeretnénk tartani majd nem csak csillagászati előadásokat. Itt jobb oldalt ez a fehér rész, ezt a szakácsunk alakított ki magának egy konyhát, tehát az ilyen konyhai rész, ahol képes 30 embernek akármilyen szintű kaját elkészíteni. Ez az egész szétesés, ez 2006 tavaszán kezdődött, tehát ez a újja vagy felépítés, ez 2006-tól kezdődött, és most ugrok 2 évet az időben. Az idei táborban kaptunk egy felkérést az egyik kollégáktól, megépítette 40 cm-es tálcsövet, Newton rendszerűt, és mivel ő városban lakik, nem nagyon tudja stabil helyen felállítani az épületet, és a tálcsövet, mivel város, nagy a fényszennyezettség, hogy nem lehetne valami módon ezt a tálcsövet itt a mi telkünkön felállítani. Hirtelen jött ötletből, alakult az egész, ha jól emlékszem, akkor pont Hegedűs Tibor is ott volt nálunk. Sumákba páron megegyeztünk. Igen. Hogyha már valamit építünk a távcső körül, akkor legyen valami kis kinézete is az egésznek. Az egyik ismerősünk, meg is rajzolta a terveket, amik durván így néznek ki,
ez az egész egy 5x5 méteres, egyenlőre úgy terveztük, hogy ilyen betonpilléreken 2,5 méter magasban elhelyezkedő, eltolhatós tetejű csillagdát teszünk a távcső körül, amit a jövőben alul beépítenénk, ahol helyet kapna egy észlelőszoba, egy ilyen mosdórész és szociális berendezések. Ugyanis ez még úgy a bázisról hiányzik. Több amatőr rendezvényt a múltban is és a jövőben is tervezünk. Ilyen nagyobbak közé tartoznak a tavaszi amatőr találkozó, amit az idén a harmadvad NED szerveztünk. Nyári táborokat szervezünk ottan, ezek általában úgy nemzetközi szinten mozognak. Voltak már ott Csehországból, Magyarországról is, Szlovákiából. Máshonnan nem, Romániából csak ígérték, hogy eljönnek 2 éve, nem jutottak el. És a jövő évben ezt az egészet szeretnénk tető alá hozni. Most jöjjön ez a 2009-es csillagászati... Korrigálnánk, a Szendi, valamás Szendi szerintem járt. Volt ott? Nem tudom. Nem volt. Azt tudom, hogy ígérte, de nem jutott ígérte el, vagy... Akkor hol volt? Biztos vagy. Találkoztam be, az biztos Baján. Baján volt. Itt biztos, hogy volt egy kérdében. Itt a Szendi elcsapította, elcipelte magával a... Az 2005-ben volt. Az itt volt, Baján, itten megígérte, hogyha elzavaros. Jó, bocsánat. 2005-ben... Nem, ígérte, hogy jön, de utána én beszéltem el a táborral a telefonon, és mondta, nem tudnak jönni. Megpróbálom. És most megzavarta. No mindegy, egy 40 cm-es Newton távcső tervezet szerint egy saját készítésű, gútú vezérlésű mechanikán lesz az egész. Hogy a jövőben mire szeretnénk használni, azt még úgy tisztán nem látjuk. Vannak előzetes megegyezések a modori csillagvizsgálóval, hogy velük közösen csinálnánk valami kisbolygó észleléseket, tehát valami asztrometriai részt, és gondolom a bajajakkal, Hegedűs Tibi fölajánlásaival, mint körösztapa, remélhetőleg ott is lesz valami együttműködés, és minden amatőr csillagászt, aki valami módon szeretne valamit hasonló kaliberű távcsővel csinálni, azt majd szeretettel várjuk biztos a jövőben. És mit mondtam, jövő évben szeretnénk ezt tető alá hozni, lehet, hogy két részben lesz megépítve, lehet, hogy egyszerre sikerül, folynak ma valami tárgyalások adakozó emberekkel, hogy segítenék az egészet összehozni. Persze szeretnénk ezt bemutatásokra is használni, mert egyenlőre csalló közben, mint olyan csillagvizsgáló nem létezik. Tehát szeretnénk ezt úgy is megépíteni, mint csalló köz első csillagvizsgálóját, ahova akárki bejuthat távcsövezés céljával. A jövő évi programhoz még annyit a felépítés mellett szeretnénk újra összehozni május környékén amatőr találkozót, nyáron a tábort, de gondolom ezt úgy pontosítani, hogy az időket, hogy hol, mikor, milyen tábor legyen, nagyon nehéz. Ugyanis augusztusban a táborokra a hold miatt van 2 hét, és ebben az időszakban csinálja egész Közép-Európában mindenki a saját kis táborát. Úgyhogy
itt nagy illúziókat nem nagyon csinálunk, de ha jól emlékszek, a tavalyi amatőr találkozón megfordult a 40 ember. Hogy utána nézünk még az időpontoknak, és ott szeretettel várunk minden amatőr társunkat. Évközben csillagászati év előttével szeretnénk ott legalább egy 5 előadást is megtartani a nagy közönségnek, valami kis rávcsős bemutatással, amiket ugye a múltban is voltunk és csináltuk, főleg, hogyha faluba volt valamilyen ilyen kisebb-nagyobb akció, gyereknap alkalmával voltunk már úgy 2 éve bemutatókat tartani, főleg a napról. És ha jól emlékszik, amatőr találkozón a falubeliek közül is úgy elég nagy létszámmal megfordultak ott, akik úgy éjszaka bele-bele kukkantottak a távcsőbe. Igen, persze, emellett még járunk ki meteorozni, de ezek csak ilyen kisebb csapatokban, tehát ilyen 4-5 fős csoport. Felőlem ennyi, remélhetőleg jövőre így fog kinézni az épület Csáréten. És megnyitóra minél többen majd el tudnak jönni közületek is. Úgyhogy én azt hiszem, igen. Milyen anyagi forrásból akarjátok felépíteni ezt a házat? Hát egyenlőre folynak a tárgyalások, vállalkozói támogatásokkal. Van 2 verzió, egyik ilyen lassított verzió, amiből először létrejönne a felső szint, és utána az alsó, ami szerintem 1-2 évet biztos időbe venne, vagy pedig egy másik gyorsított verzió, amit egyszerre volna felépítve az egész. Tehát itt a tárgyalások még folynak. Igen, félretolva. Igen, félretolva. Tehát úgy, hogy Baján is van kicsit más konstrukció. Így félretolható. Tehát nem biztos, hogy maga a szerelés az így fog kinézni, de az épületet azt így szeretnénk összehozni, ahogy le van rajzolva. És ez egy 40 centis newton, 1:5 fényerős. Tehát 2 méteres fókusz, úgyhogy a végett is lett ez az 5 méter, kitalálva, hogy ez így beleférjen, de szerintem a jövőben, hogyha volna esély támogatást szerezni, akár nagyobb távcsövekre, tehát más rendszerű kaszegrin, vagy akár ritikrét ilyen, ahol a tubusok nagyobb átmérőnél sokkal rövidebbek, tehát beleférne akár egy 1 méteres ilyen távcső is. De ez nagyon messze van a jövőbe egyenlőre. Egyenlőre fával van megtervezve, meglássuk idővel, hogy fog ez úgy kijönni. Tehát hogy fognak összejönni a támogatások, milyen megoldások lesznek. Ez úgy igazán le van rajzolva, jól néz ki, de pár megoldást még menet közben fogunk biztos megoldani, körbejárni pár csillagdát, ahol vannak hasonló rendszerek megépítve, és hogy van megoldva, hogy működik az egész, esetleg ott meglévő épületeknek milyen hibáik vannak, mit csináltok volna másképp, tehát így összeszedni az információt. Januárban szeretnénk elkezdeni a papírok intézését, tehát hivatalokat körbejárni, hogy hivatalosan tudjuk az egészet. Terv egyenlőre ez a verzió, de a tervet azt meg lehet rajzolni. Tehát van ismerősünk, aki meg tudja rajzolni rendes végzettséggel. Tehát mérnöki végzettséggel, aki az egészet így megrajzolja. A faszerkezet amiatt jobb, hogy könnyebb vele dolgozni, olcsóbba is jön ki,
Persze köl majd fémmel is kombinálni, mert a sín, ezek a részek, azok majd fognak kölni. Tehát alsó része az biztos falazott lesz, mert mégis lent lesz, meg műszerek, meg egy csomó más dolog, számítógép, irányítószobába, szociális berendezés. Tehát alsó része biztos falazott lesz, a felső része az úgy néz ki, hogy fából lesz, de persze masszívan megcsinálva. Tehát avval van tapasztalatunk, mert a maga azt a bázist, ami már most is megvan, tehát ez az egész része, azt lehet mondani, hogy mind csináltuk, és az egész része ilyen faborítás, van rajta polisztirén, és be van pucolva, mint egy ház, tehát van hőizoláció is rajta, most már bévűrű is, leizoláltuk a tetőt bévűről. Szerintem az idén még van állapotba fog kerülni, hogy akár januárban egy fűtött helyiségbe tudjunk egy 20-25 fős csoportnak előadást tartani. Ez remélhetőleg még az idén, főleg, hogyha ilyen időjárás körülmények lesznek, hogy lehet ott nyugodtan dolgozni. Tehát már most van bent egy kályhó, lehet fűteni, tehát meleget lehet csinálni. És kívülről már úgy, ahogy kinéz, tehát még itt is van valami kis munka, amit még úgy be kell fejezni, de lassan biztos épül. Akik voltak ott utoljára, talán pár éve, azok lássák, hogy van ott biztos változás. És mondom, ez a kép, ez úgy 2 hónappal ezelőtt készült, már most is ahol képest van változás. És emellett van egy ilyen unimobódé, egy 6x3 méteres, ahol most el tudunk szállásolni 6 embert, van ott 6 ágy, amellett van egy kis konyha, szerintem elég jól. Kialakított, és nagyon jól felszereltség van ott, már mondom, akármilyen nemű kaját 30 embernek akármikor meg lehet ott csinálni. Tehát a táborokban, igen, sátorban, hát van aki, hogyha eljön, akkor szalmába alszik, de ők a nagyvárosból jönnek. Úgyhogy így téli időszakban azt a 6-7 embert biztos el tudjuk már most is. Tehát föl lehet fűteni az egész rendszert. Tehát már most olyan állapotban, ami negatívum, hogy a szociális berendezés egyenlőre nagyon-nagyon gyönge. Van egy gravitációs WC, latrina, van folyóvíz, van villany, tehát zuhanyozni nem lehet, mosakodni, igen. De ha összejön a csillagda, akkor ez a probléma is megoldott lesz. Más több kérdés? Jó. Jó, akkor én megköszönném a szavat, és mivel Hegedűs Tibor nincs itt, átadnám.